az élet értelmét fejtegeti, a Semmi című előadás, mondta el Dudás Norbert. A Fabula Ráza gyermekszínjátszó grunt tagja szerint a történetből az is kiderül, melyek az igazán fontos dolgok az életben. A színjátszó csoport szeptember óta készül a bemutatóra. Az előadásban Hunor szerepébe bújok, aki egy nagyon komoly menőnek mutatja magát, de belülről nagyon érzelmes személyiség. A karakteren nem volt nehéz azonosulnom, hiszen nagyon közel áll hozzám. A gyermeki őszinteséget és kegyetlenséget meséli el a történet, mondta el Gregus Zalán. A rendező hozzátette, a darab egy iskolás fiúról szól, aki szerint az életnek semmi értelme. A többi diák pedig úgy dönt, hogy bebizonyítják neki, hogy igenis van értelme az életnek, és kitalálják a fontos dolgok halmát, amire személyes fontos dolgokat kezdenek el hordani. És egy idő után ugye itt elkezd durvulni a dolog, hogy amíg maguktól hoztak be dolgokat, addig ugye ment szépen a dolog, aztán pedig egymástól kezdték követelni, hogy de már pedig te azt hozd be, te ezt, azt. Most nem mondok mit, miket hoznak be, mert ugye akkor lelövöm poénokat, meg minden. Úgyhogy hát itt bebonyolódik a dolog, és be is durvul. A Fabula Ráza gyermekszínjátszó grunt bemutató előadása ma este 7:30-kor lesz. A Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban.